Na sziasztok srácok, én Dönövök is itt vagyunk egy következő videóval, ahol most nektek nagyjából beszeretném mutatni az új Extreme PvP-t. Eléggé nagy változások történtek úgymond a mappal is, és a kitekkel is, és nagyjából a végén majd egy kicsikét így PvP-zgetni fogunk. Szóval elsősorban ugye ez, elmondom nektek, hogy ez a Mindsight szervere, a leírásban ott van, hogy www.mindsight.hu, onnan tudjátok letölteni ezt a klienst, és így ugye feljönni ezután a szerverre. Nos, ugye alapból amikor feljöttök, lesz majd nektek itt ilyen napilád, amiben vannak mentőrudak. Itt ugye azt hiszem, hogy igen, minden egyes oldalon van, csak már valamelyiket mondjuk kinyitottam. Kaptok alapból ilyen kisebb szetteket, ezek annyira nagyon nem OP-k és annyira nagyon nem jók, nagyon plusz dolgokra, de sok embernek nincsen még itt jó cucca. Ugye, hogyha beírjátok, hogy per kit, itt lesznek majd a kitek. Ugye az alapkitet, meg a haladót tudjátok, azt hiszem, lehívni alapból, de szerintem a haladót lehet, hogy nem. Szóval az alapkitet le tudjátok hívni, hát igen, ez még mindig nem túl erős. Ugye minél több kitet tudtok lehívni, minél nagyobb rangotok van. Sajnálom, srácok, most nagyon összekészületlenül fogok nektek beszélni, meg minden, mert még csak nem tudom, még amúgy a mai napon még nagyon semmit nem csináltam. És egy kicsit nekem korán van. Na szóval, minél nagyobb rangotok van, annál jobb kit, ez itt a lényeg. Mondjuk egy profinak már ilyen kitjei vannak. Egy elit, nem tudom, hogy ez milyen rangtól megy, ennek például már ilyen kitjei vannak. És hogyha megnézzük a legnagyobb kitet, ami a miner kit, annak pedig már ilyen durva kitjei vannak. Ugye van mentőrúd, ezért hogyha meghalsz, akkor nem veszik el a cuccod, kapsz ópiaalmákat, kapsz potikat, kapsz horgászbotot, mindent. Itt van egy ilyen, hogy gyűjtsd össze a hacker tárgyakat és szerezd meg az új hacker cuccokat. Ez igazából egy olyan dolog, hogy itt van egy ilyen kis kocka, amiket úgymond így elrejtve lehet a szigeteken találni. És ezért cserébe egy elég jó OP cuccokat tudtok ugye át becserélni ennél a kis NPC-nél. Nagyjából így körberepkedek így a mapon, hogy lássatok, hogy milyen szigetek vannak itt mindenfele. Ugye ilyen chestekből lehet például elite card, meg ilyen mindenféle plusz OP cuccokat, van Ender Pearl is a mapon, és most azért eléggé sokan is van vagyunk, 52-en, Ender chestek is vannak végig a mapokon. Ahogy látom, itt benne is van valamilyen chest, igen, itt is van egy hacker tárgy, ezt gyors be is mutatom nektek, hogy ez hogy működik, ez gyors, lemásolom magamnak, és visszamegyek a spamra gyorsan. Hol is van, itt is van. Ide szépen ugye jóklikkeltek simán, berakjátok ezt, és mondjuk megveszem ezt, meg a kardot is. És így néz szépen mindegyiket meg tudtam venni, és már van is egy fullos hacker szettem. Ezen kívül még ugye a smaragd a fizetőeszköz a szerverem, szóval abba tudjátok úgymond így elraktározni úgymond a pénzeteket. Megveszitek, mit tudom én, amennyi pénzetek van, és ugye így hogyha meghaltok, akkor majd nem nagyon fogja elveszteni. És ezzel tudtok a playerek közt is kereskedni, meg NPC-k közt is azt hiszem, hogy kereskedni. Itt vannak a szervernek a szabályzatai, ezt most nem fogom nektek elolvasni, majd ezt szépen mindenki megnézi. Itt ugyanúgy vannak így ilyen NPC-k, akitől ugyanúgy smaragdér lehet. Különlegesi kedvés smaragdér, itt ugye potikat lehet smaragdér cserélni. Ez még nincs megnyitva, itt meg ugye kardokat lehet smaragdér cserélni. Itt egy enchantoló, itt ugye enchantolgathatok magatoknak. Itt ugye ládákat lehet venni. Meg is veszek egy párat azért, hogy ezt nagyobb bemutassam. Megveszitek ezt, aztán vagy igen, smaragdokért. Mondjuk kinyitok egyet, és ebből nyithattok smaragdot vissza, vagy melvértet, ugye szetteket, ilyesmiket, amik azért mégiscsak úgy, ahogy így értékesek. És hát annyira nem olcsó ez a láda, de azért eléggé király dolog tud lenni mondjuk egy ilyen kis ládanyitásos videóba. Itt ahogy látom, itt ugye igen, itt lehet sima aranyalmát venni, ez semmi extra, itt pedig OP cuccokat, tehát mentőrudat, OP almát, stb. Eléggé jól ki van találva ez a szerver, nem túl OP, vagyis hát eléggé OP. Igen, itt van valami effektes cucc, jogkandidással tudod aktiválni. Erre ugye jogklikkelsz, és mondjuk kapok egy effektet, tehát most tűzállóság lenne rajtam, csak Game Mode 1-be vagyok. Vannak ilyen effektbotok is, tehát eléggé király ez az egész szerver. Sok plusz dolgot tudtak belevenni a szervernek a vezetői, szóval mindenféleképpen ajánlom, hogy gyertek fel, csekkoljátok le és nézzétek meg, hogy mit is lehet esetleg ezen alkotni. És én azt mondom, hogy most így szépen a videó végére mondjuk megpróbálok egy extrém kittel valamit így kezdeni magammal. Szóval, vannak alapból ilyen cuccaim, ezt azt hiszem,
Azt gondolom, ezt nem tudom. Szerintem ezt a Cider vagy... Szerintem igen, ezt a Cider rangtól lehet lehívni. Na, mondjuk mit tudom én, kimegyek egy pár szigetre, aztán kicsikét pvp-zek, körbenézünk srácok. Megnézzük, hogy miket is lehet így valójában találni. Hát az ilyen kis kezdőcuccos srácokat sajnos, vagy nem sajnos, együtt és eléggé könnyedén el lehet intézni. Szegényeket azért kicsikét sajnálom, hogy így nem annyira nagyon van így esélyük, na mindegy. Aki ugye hát jó cuccokat tud így összegyűjteni, az elején annak mindig lesz itt esélye. Így a fáknál, aha, ott van egy, ott lehet venni az ópiumát $300, okés, királyság. Én is annyira ismerem még át amúgy így a mapot, magát a mapot, a szerver lényegét nagyjából azért azt úgy tudom. Tippelnem kéne, akkor szerintem egy smaragd lesz, nem, effekt, bot, na. Királyság, milyen effektet fogunk vajon kapni? Regeneráció 3. Nagyon király, tényleg egyszerűen tök király. És most így, hogy regeneráció 3-an van, így azért nem annyira könnyen tudnak engem üzélni. És találtam egy jobb íjat, cukorka íj. Na nézzük, tesszük le a srácom. Hello srác, gyere, gyere szépen nyugodtan. Jaj, ne, jó, jó. Ha, egy izé volt, srácok, egy darab íjat belelőttem, azt már is 30% HP-n maradt csak meg. Itt meg smaragdok vannak. Ez a legjobb bennem, úgyhogy tele van az egész ládákkal. És nagyon könnyen tudsz úgymond fejlődni. Tehát a lényeg, hogy mindig legyen nálad azért mentőrúd a biztonság kedvéért, és mindig próbálj meg farmolni. Playereken is eléggé könnyen lehet fejlődni, tehát van bent szintrendszer, és hamarosan meg fog nyílni még egy új Skype EP szerver is ez mellé, ami még brutálisabb lesz és még királyabb lesz, majd azt meglátjátok, nem adok ki róla előre titkokat. Na, így most kaptam megint a regeneráció 2-t, megszereztem még egy hacker tárgyat, itt lent is szereztem gyorságpotikat, meg egy egész jó malvertet. Szóval ennyire könnyű, minden egyes szigeten nagyon-nagyon sok cucc el van rejtve. És hát ja, itt is itt van, így ugráltunk szépen, és még több smaragd. Ebből a smaragból már szerintem bírnék is venni egy jobb csizmát, vagy valami fejfedőt. Ó, ebből már tudnék egy ilyen extrém malvertet talán, igen, valami extrém malvertet venni. Meg így nagyjából itt az így körbenézek, itt van valami kis barlang. Aha, ez valamilyen XP kamera, de itt egy chest, ebben pedig itt vannak ilyen havas szettek. Itt talán így bent esetleg itt fent valami így elrejtve. Nem nagyon látom, mindegy, aki szeretné, az nyugodtan jobban körbenézhet. Itt tényleg az egyetlen, nem is az, hogy az egyetlen, de a legjobb dolog benne az, hogy folyamatosan úgymond így kutakodnod kell, lehet, hogy mondjuk nem találtál meg valamilyen ládát és később megtalálod, meg ilyenek. Ezt is benyomtam és úristen, valaki meglőtt engem közben, eléggé durván is le is lökött. Hát ja, na még én azt mondom, hogy még egy körre azért így kinézek, mondjuk így erre a szigetre egy kicsikét pvp-zgetni. Mert mondjuk nem volt ez annyira igazságos, hogy ő így lelökött engem. Igen, amikor leesel, akkor ugye nem vesznek el az utcaid. Szóval azért vannak benne olyan dolgok, amik megkönnyítik a játékaidat. Főleg, hogyha rangod van. De hát ezzel lehet úgymond mást rávenni. Nem is az, hogy rávenni, hanem bíztatni arra, hogy vegyetek rangot, ezzel minket tudtok támogatni. Tovább fut a szerver, jobb szerverek fognak futni, szóval ja. Na, ki is farmoltam így nagyjából így ezeken a helyeken. Hello bro, hello, szia. Ki is farmoltam nagyjából így a ládákat. És már is majdnem 60 és maragdon van, amiből már lassan talán tudnék venni egy ládát. Sőt, potis ládát már tudnék venni. De ki akarom farmolni a izét? Ki akarom farmolni a nagy ládát? Mondjuk ahhoz nagyon sok smaragd kell. Jaj, ahhoz nagyon sok smaragd kell. Nem tudom, hogy mennyi időnként spawnolnak újra a ládák. De, itt van a Free Ender Pearl. Na, ez is például tök király. Free Ender Pearl, ezzel most már tudok bárhova tépézni. Szia srác. Ó, együtt is szegény. Igen, az Ender Pearl az ugye hát alapból előny, mert hogyha mondjuk te el akarsz menni felfedezni, de nincsen sok cuccod, ide eljössz valahogy megszerzed az Ender Pearl-t, és azzal szépen tudsz a szigetek közt így ugrálgatni, teleportálgatni, és lesz időd úgymond meg egy kis előnyöt, hogy mégis csak körbe tud nézni így a szigeteken. Ezen már itt voltam, azt hiszem, de igen, itt van valami izé. Oké. És már is van 60-es maragdom, srácok, alig pár perc alatt. Ott is ott egy láda, azt még gyors lecsekkolom. Hű, oda beérek? Arrébb kéne ugorni. Oké, effektbot. Ez effektbot tetszik nekem ugye legjobban. Ez szerintem nagyon király. Ez nagyon jól meg lett csinálva. Na, azt mondom, hogy annak a srácnak így utólag gyors neki megyek, az igen? Ja, igen, és hogyha miner rangod van, akkor tudsz ilyen dupla ugrást csinálni. Ez csak így, csak szólok. Tehát ez eléggé nagy előny lehet a minereknek, hogy tudnak így duplákat ugorni. Szia, aj, nem akar meghalni. Hát, jó van, bocsi srác. Na igen, miner rangod van, tudsz így majdnem olyan, mint a fly.
Nagyon jó cucc. Aj, jó, meghaltam. Na jó van, srácok. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, hogyha tetszett, akkor mindenféleképpen gyertek fel és próbáljátok ki. Nagyon jó élményekben gazdálkodik ez a szerverben, biztos vagyok. Szóval, srácok, köszönöm még egyszer a figyelmet. Like, sub, minden, és csengőt is ne felejtsétek megemlni a feliratkozás gomb mellett. Na szóval, én Dani voltam, nagyon szépen köszi a figyelmet. Sziasztok!